Jó napot kívánok! A belga együttesből vagyok, a Még 5. Szevasztok, Marvin vagyok, lemezlovász, a belga együttesből. És hobbi focista, többek között a magyar művész válogatott tagja. Metallica. Akkor csak azért is Guns N' Roses. Hú, de jó kérdés. Én tudom. Pénz, ha van, akkor az nagyon megnyugtató. Én inkább azt választom. Én is a pénzre szavazok, hírném nem annyira izgat. Ok, mert számkeresős, tekerős. Igen, és hogy ne fogjon a tekerésnél az elem, ki kell venni, és akkor a ceruzával kell tekerni. Most van egyébként tökéletesen passzolt. Egy kurva jó label, nem tudom a nevüket. Lényeg a logójuk az az, hogy egy francia ágyba fekszik egy kazetta, meg egy ceruza, és cigiznek. Nekem akkor volt, két amikor már nem volt semmi értelme. Gyere mix. Félelmetes Pali. Gyere mix. Az alkohol, baby, ez még... Hát igen, ez nagyon nehéz. Csak azért mondom a Public Enemy-t, mert ők voltak nekem az egyik első. House of Pain. Direkt egy csomószor azért... Nem azért, talán egy picit közelebb áll a akkori metal énemhez, talán egy fokkal közelebb áll. Egyébként közben meg nem, de hogy mégis valamiért. Az egy fokkal nekem rockosabb attitűd volt. Ja, hogy így áll fele, barátom, és téged is. Cypress Hill egyértelmű. Cypress Hill. Hát ez... Igen. Rózsi. Egy James egyértelműen. De ez csak a zsütike miatt. Nem, ez egyébként szemét kérdés tényleg. Két ilyen tökös frontembert. Nyilván, hogyha az emberi oldalukat nézzük, akkor nem kérdés, hogy a James, de azért Exurgo. De ha nem emberi oldalukat, de akkor meg egyértelmű. Tehát azért az Exurgo az szerintem az egy komolyabb nívó. Mind a kettő tökéletes. 80-es. Miért? 80-as években fogott meg úgy általában a zene. Ott kattantam rá teljesen. Furán hangzik, a 90-es évek a 80-as évek csúcsa. Bon Jovi, Runaway. Csak ezt már ennyit mondok. De a 70-es évek az azért, mert akkor még az analóg cuccok azok még nagyon csúcsra voltak járatva, és nekem az nagyon tetszik. 80-as években már bejöttek ezek a digitális dolgok, amik már annyira nem tetszettek, viszont ott is vannak gyöngyszemek. És aztán a 90-es évek hip-hopja az meg egyszerűen fantasztikus. Hanem az a jó! Ez producerként akkor szerint nekem Dre. A Timba is annyi jót csinált. Dre. Egy kis boré. Sziasztok, Péter vagyok. Becenév halmozó és zeneipari humán erőforrás mozgató menedzser. Vettem kevertet, mert... Marvin, nekem csak... nagyon szeretem a Tituszt. Az életem első élmény az volt vele, hogy Kertészeti Egyetemen játszottunk, és át kellett vinnem a Tituszt a színpadot, és az alaksorba kellett átmenni. És elindultunk, és csörgött a telefonom. Az egyik srácomra hívott, vissza kellett mennem, mondtam Titusznak, várj meg itt, mindjárt jövök. Mozgásérzékelős volt a villanykapcsoló a folyosón, egy ilyen nagyon hosszú folyosót képzelje. Ott hagytam a Tituszt, visszamentem, és egy fél órája fenn voltam, amikor eljöttem a gyerekek, a Tituszt lehagytam a folyosón. Rohanok vissza, kop sötét, tehát a faszi nem mozdult fél óráig valószínűleg. És mondtam, hogy odaértem, Tituszom, ne haragudj, hogy itt hagytalak, és mondta, hogy semmi baj, tök jól el voltam. Úgyhogy én imádom őt is. A világ legjobb gumicukrait tőle kaptam, meg nagy savanyú cukorrajongók vagyunk mind a ketten, de ettől függetlenül Marvin. Én hivatalból nem választok. A kisfiam már Brady nagy rajongója. Aztán a klasszikus sportember ő. Nekem, meg a családban. Tony Montana. Ja, hogy ő is van? Hát akkor ő az igazi klasszikus sportember. Friday Night. Nem kérdés. Nekem. Friday Night Lights.
Na most megfogtál. Ős Bud Spencer rajongó vagyok, vagy ahogy nagymamám mondta, Bud Spencer. Hát igen, gyerekkorunk, tehát igen. A kicsi gyerekkorunk. De Ace Ventura meg egyszerűen nem bírok nem röhögni, tehát ez fantasztikus a mozgás. Ettől függetlenül ügyeljünk a gyökereinkre, Bud Spencer, tehát akit Bulldozernek hívtak. Én is inkább Bud Spencer, pont emiatt, hogy nagyon korai gyerekkortól. Hát ha kosár, amerikai kosár, akkor offense egyértelmű. Hú, kettő együtt. Dadan a sógorom, tehát nyilván családilag őt kell mondanom, de a Pablónál csodálatosabb jelenséget és nagyobb hatást erre a szakmára nem tudok elképzelni, csak akkor, ha együtt vannak, úgyhogy a Puda. Én a Dadant mondom, mert sokat, amikor találkozunk, és éppen megy valamilyen atlétikai világbajnokság, Európa-bajnokság, olimpia, akkor mi nagyon-nagyon el szoktunk arról mindig beszélgetni, de főleg amikor gyerekkorunkban néztük ezeket az atlétikai VB-TB-t, olimpiát, akkor mindenkinek megvannak ezek a magasugrás Javier Sotomayor, távolugrás Iván Pedrózó, stb. Tehát, hogy ezeket mi felelevenítjük ilyenkor mindig. Jól, míg a mája meg nem áll. Csak azért, mert magyar, Usain Bolt. Azt ki volt, aki vére veszed? Őt honosítani kellett volna még nagyon régen egyébként. Nem most, mikor már abba adja, mert hogy magyar felmenői voltak. Az ő gyerek a Usain kis Bolt. Kis Bolt. Ő a kis Bolt. A kis Bolt. Igen. Pohárban. Töki miatt a Cowbells. Cowbells, igen. Hanem az a jó. Scarface. Nehéz ügy, mert ugye a Keresztapából azért mégiscsak van három rész. Tehát ez mégiscsak egy... Ha muszáj volt többet csinálni, mert nem volt elég jó az első. Scarface. Mert tudod azért. Erre azt mondom, hogy szemtől szemben. Hát igen, nem, kettő együtt. Nem nagyon lehet szerintem választani, én se tudok. Bár az asszony illatában Al Pacinót nekem magasra rakta a lécet, úgyhogy... De mondom, a kettő együtt, nem, köztük nem választani. Én most már egyértelműen sorozatot, mert nem csinálnak jó filmet. Mondjuk ez így ebben a formában nem igaz, de még mondjuk 5 évvel ezelőtt, nem tudom, hetente azért tudtam nézni egy újonnan ki jó filmet, ez most leredukálódott egy évi kettőre. Tökéletesen meg lett fogalmazva, sorozat, utóbbi időben. Nem is nagyon találkoztam jó filmmel én sem, kevésre inkább így mondom, sorozat. Hát ez... Kőkemény, a Janka néni az... Fú. Mindent visz, tehát ez igen, de szerintem a Vágási Feri az... Igen, attól függ, hogy melyik sportot nézzük, igen. Melyik sportágban. Figyelj, szerintem a Feri az annyira csibész, igen, sose felejtem, amikor kidobta. Az internet biznisz miatt a Vágási, igen? Feri. Igen, Vágási Feri. De. Mikor kidobta a ragasztózó Janka csibészeket a lépcsőházból, a teljes hősöm lett. Ha lett volna olyan póló, hogy Vágási Feri póló, akkor biztos, hogy... Mik csináltathatunk. Ez igaz. Ez megint jó kérdés, ja. Mert attól függ, hogy milyen étterem. Mm. Tehát mi azért elég sokat jövünk-megyünk az országba, és megtaláltuk azokat az éttermeket, ahol így jobb, mint a házi koszt. De nyilván én azt gondolom, hogy ha nagyon választanom, akkor a házi kosztot mondanék. De vannak olyan éttermek, ami felülír. Jól áll nekem az alkohol, baby. Ez még nem alkoholizmus. Olyan magányos vagyok, gyere, bújj, de már.